Kicsiny, de igen érdekes kiállítást szervezett a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport a Művelődési Ház emeleti galériájában. Nagy Gyula természetfestő és illusztrátor, a madarak, a baglyok szerelmese. A galériában most egy ideig szebbnél szebb baglyok figyelik a látogatókat. Miért pont a madarak és miért pont a baglyok? Hát azért épp a madarak, mert gyermekkorom óta vonzódom a természethez, és főleg a madarakhoz. És ez lényegében számomra egy már adott helyzet volt, hogy fessek madarakat. Nem, hogy fessék, tehát amit használtunk határozó könyveket, azokban csodáltak azokat a szép ábrákat, festményeket, amit festettek, és számomra is egy ilyen kihívás volt, hogy miért festhetnénk én is ilyet, és megpróbáltam, néha nem úgy sikerült, csináltam újakat, és finomítottam a technikámat, lényegében ez volt a vágyam, hogy fessek. A képeken látható baglyokkal, madarakkal a kapcsolat gyakran személyes is? Igen, általában személyes a kapcsolat, tehát mint terepen mozgó ember nap mint nap találkozunk a madarakkal, megfigyelések során távcsövekkel, teleszkóp távcsöveken keresztül szemléljük a madarakat, és ott általában mindig van nálam egy-két ilyen vázlatfüzet, rajztábla ez az, és megpróbálom a távcsöveken keresztül megfesteni, vagy megrajzolni a madarakat, vázlatokat készíteni, és azok alapján otthon készítem el a festményeket. A madár megfigyelőkről gyakran azt mondják, nagyon bölcsen sokan, hogy nagyon türelmes, fegyelmezett emberek. Hát igen, nagyon nagy türelem kell hozzá, főleg meg a madarakhoz, mert ugyanis azoknak szárnya van, tehát elrepülnek, és egy-egy madárnak a megrajzolása, fölvázolása több órát vesz igénybe. Tehát várni kell ugyanazt a propozitúrát, hogy ott üljön az a madár, megvárjon, hogy még megrajzolom, megfestem, vagy vázlatokat készítsek róla. Tehát azt mondom, hogy eléggé időigényes és eléggé nagy türelmet kíván az embertől. Ezek a képi ábrázolások mind-mind megtörtént esetet dupláznak? Igen, általában ezek mind megtörtént esetek alapján festem meg őket, valami kaland vagy valami élmény fűződik hozzájuk. A kapcsolatot a madarakkal már megtudtuk, de hogyan került kapcsolatba a képzőművészettel, ezen belül a festészettel? A festészet az lényegében számomra mindig is szerettem rajzolni, festeni. Iskolás koromban, tehát középiskolás, általános iskolás koromban az elég sokat rajzolgattam, már ott felfedeztem magam ezt a indítatást, hogy én szeretek rajzolni, festegetni. És már ott elkezdődött, igaz, akkor még nem a természetfestés, hanem inkább az ilyen általános emberábrázolás, tárgyak, stb. És aztán alakult ez ki számomra, hogy nekem igazán az állatábrázolás hozza a kívánt élményt számomra. Festészek, festőművészek gyakran azt mondják, hogy a legnehezebb a lovat megfesteni. Ez igaz a bagolyra is? Ez igaz a bagolyra is, de egyébként minden állatfajtára. Jó az, hogy az ember tudja, hogy hogy mozog, hogy mi az a jellemző vonás, ami van annak az állatnak. Tehát fontos az állatok ismerete. Ahhoz, hogy minél szebb képet, vagy ugyanolyan ábrát tudjunk létrehozni. Itt a környékben keresi a témákat, hiszen Balmazújvároson azért találkozhatunk baglyokkal. Igen, mindenképpen keresem a témát. Általában grafikai témákba is keresem, azokat festegetem, vagy rajzolgatom. Igen, nagyon sok olyan témám van, amit Balmazújváros ihletett, vagy pillanat tágad értelembe vett Hortobágy, ami még egy kedvenc helyém közé tartozik. Nagyon sok olyan téma van, ami onnan ihletődik. Nagy Gyulának, a festőnek, a festőművésznek, a madár megfigyelőnek 2008-ban hogy teltek a napjai? Mennyire nevezhető 2008 ön számára sikeres esztendőnek? Hát elég sikeres esztendőnek nevezik. Munkával, hál' Istennek el vagyok látva. Úgyhogy nem panaszkodhatom ilyen téren.
És tárlatok terén? Tárlatok terén, hát igazából tárlatok terén nem sok idő jut arra, hogy igazából erre fessek, tehát mindig csak egy önálló kiállításokra dolgozzak. Nagyon sok munkám van kiadványokba, könyvekbe, és ez eléggé leterhel. Sajnos az eléggé kötött, és ott nem lehet úgy mozogni, művészkedni. A kiállítás egyik alcíme Menedék, Menedék hely. Balmazújváros településünk a baglyok számára mennyire jelent menedéket, menedék helyet? Hát hál' Istennek eléggé jó a Balmazújvároson a természetvédelmi szemlélet, úgy a fiatalok körében, mint a mondhatom úgy az idősebbek körében is. Hál' Istennek több olyan pontja van Balmazújvárosnak, ahol több erdei füles bagoly éjszakázik, vagy esetleg gyöngybagoly a Balmazújvárosi a katolikus templom padlásán, esetleg a falu széleken a kuvik, ami úgymond a gazdálkodó emberek madara lényegében, mert majdnem minden ilyen gazdasági épületnek van egy bagolypára, ami ott költ, és esténként lehet csak hallani, hogy na, itt van a bagoly, és lényegében.